és akkor egy újabb túrázási lehetőséget fogunk ajánlani azoknak, akik zarándokolni jönnek elsősorban, de nem csak. Molnár Sándorral beszélgetünk, aki az Erdélyi Mária út Egyesület vezetője. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Elindultak azok, akik gyalog szeretnének jönni a Mária úton a Csíksomlyói búcsúra? Igen, hát lassan most már érik Hargita megyének a határa, úgyhogy most már közelednek, jövő héten itt vannak, de voltak olyanok is, akik a pápa látogatásra indultak. Mária céltől jöttek gyalog egészen Csíksomlyóig, és a mai nap folyamán is érkezik a kolozsvári csapat, úgymond azok a rádiós fiatal emberek, akik úgy gondolták, hogy jótékony célból is elindulnak gyalog Kolozsvárról, Csíksomlyóra, a pápa látogatás, azok ma fognak megjönni. Tehát az idén a gyalogos zarándokok, azok kisebb csoportja jött a pápa látogatásra, és 3-4 csoport, tehát Budapest, Szentkút, Máriapócs csapatai, azok úton vannak, és pénteken érkeznek meg. Belevágtunk a közepébe. Mit kell tudni arról, hogy Mária út? Tehát, hogy honnan, hová tart? Hát a fő pont, ami nekünk úgymond a szívünk csücske, az Csíksomlyó. Innen általában kevesebben indulnak, inkább úgymond hazafele szeretnek jönni. Vannak, akik úgymond Mária céltől jönnek Csíksomlyóig. Kisebb csoportok már megjárták Csesztóva, Csíksomlyó, vagy Csesztóva, Medjugorje, vagy Csíksomlyó, Medjugorje szakaszt is. Tehát ezek a nagy Mária kegyhelyek, amit a Mária út összeköt. Csíksomlyóra főleg honnan érkeznek? Általában a nagyobb csoportok azok Magyarországról jönnek, de most már egyre többen jönnek osztrák területekről, vagy német nyelv területről mondhatni így, de már voltak lengyelek, franciák, luxemburgiak, spanyolok is. Tehát azok az El Caminosok, akik hallanak a Mária útról, tehát az El Caminosok között úgy van elterjedve a Mária út, hogy egy kicsit ilyen kelet-európai vadabb változata az El Caminónak, és azoknak egy része úgymond kalandvágyból is kipróbálja. Az az igazság, hogy nagyon sokszor beszélgettünk mi már erről a témáról. Ennek ellenére én még mindig nem tudom elképzelni, hogy hogyan, milyen gondolatokkal fejében indul el valaki egy 61 napos, teszem fel, egy 61 napos gyalogolásra, vagy milyen indítatásból? Hát itt a tegnap beszéltem a 61 napig jövő zarándokkal. Igen, és a nézők is láthatták. És ő azt mondta, hogy egy ilyen hála indította el, de itt van egy könyv is, ami egy hölgy tett meg, Ábrahám Noémi, ez egy marosvásárhelyi hölgy, aki úgymond református létére Mária céltől gyalog egyedül jött Csíksomlyóra, de mindenki másképp közelíti meg, tehát aki elindul, az valamilyen okból elindul, és ez az ok általában mindig egy belső kereséshez, vagy egy út választóhoz kapcsolódik. Tehát vannak olyan fiatalok, akik nem tudják, hogy most az életben jobbra menjenek, vagy balra menjenek, és akkor van olyan fiatal is, aki Mária céltől Csíksomlyóig 70 valamennyi nap alatt jött le, és én meg voltam döbbenve, hogy milyen változáson ment keresztül, és mennyire retisztult azelőtt, úgymond egy ilyen fiatal, aki keres, és 70 nap után már egy úgymond egy érett emberként érkezett meg, és tudta, hogy mit akar az életben. Mit kell tudjon, amikor elindul valaki egy ilyen útra? Tehát mi az, amire szüksége van, mint információ, és ezt ebben mit tud segíteni a Mária út Egyesület? Hát a Mária út Egyesületnek van egy honlapja, amit most még tovább fejlesztünk, és a honlapon megvannak az alapinformációk, és mindenkit kérünk, hogy jelentkezzék be, mert ugye az útvonalak vannak, ahol teljesen ki vannak épülve, vannak még hiányos részek is, ugyanakkor a szállásrendszer is már eléggé be van olajozva, hiszen 13 éve, hogy úgymond járják az utat, de vannak helyzetek, amikor mi azt mondjuk, hogy az El Camino és a Mária út között az a különbség, hogy az El Camino egy kicsit individualista, tehát hogy egyedül mennek, egyedül megtalálják az életnek az értelmét. A Mária úton vannak olyan részek, itt mostan inkább a kutyákra gondolok, hogy
nem szoktuk ajánlani, hogy egyedül tegye meg az utat. Tehát ezért a mottunk az, hogy mondjuk itt a pápa látogatásra a mottoja is, hogy úgymond járjunk együtt. Mi inkább azt mondjuk, hogy menjünk együtt. Tehát, hogy a közösség formáló ereje is ott van, de ez egy kicsit védekezés is, hogy bizonyos területeken nem is annyira medvéktől kell félni, hiszen ha megfelelőképpen közlekedünk úgymond a természetbe, kúrjongtatunk, vagy füttyögtetünk, akkor a medve az elmegy, tehát nem a medvétől kell félni. Általában az arándokok, akik medvét látnak, azok nagy élménnyel térnek haza. A kutyáktól kell inkább tartani, ami a medvék miatt annyira megszaporodott, ezért inkább azt mondjuk, hogy csoportosan szervezzünk dolgot, tehát ide kiraktam, hogy itt vannak különböző rendezvények, mint a szakrális maraton, vagy az egyúton, vagy vannak olyan csoportos zarándoklatok, amelyeken keresztül egy ízelítőt akarunk adni, hogy mit is jelent zarándokolni, mit jelent egy csendszakasz, mit jelent a természetben, úgymond jelen lenni a jelenben, hallani a természetnek a hangját. Akár szállás keresésben is tudnak segíteni? Tehát, hogyha elindul valaki Budapestről, ide szeretne eljutni, akkor tudnak segíteni, bejelentkezik a honlapon, hogy hol tud ő aludni, hogyha szüksége van rá? Így van. Igen. Utolsó 100 kilométert, tedd meg gyalogosan az utolsó 100 kilométert, ez a tavaly indult egy ilyen, hát mondhatjuk, hogy projekt, amelyiket Parajdról indult, az utolsó 100 kilométert Csíksomjóig. Idén lesz-e? Mire számítanak? Igen, tehát az idén az most kedden fog indulni reggel Parajdról, két irányba, tehát az egyik csapat indulhat Parajdról Bucsinon keresztül, és a Gyergyöny medencét érintve megérkezik Csíksomjóra, a másik pedig jön Farkaslak, Oroszhely, Szentegyházán keresztül Csíksomjóra. Gyalogosan teszik meg ezt a szakaszt, vagy vannak, akik lóval, tehát ez egy specialitás, úgymond a Mária úton, hogy úgy három székről, meg Udvarhely székről, meg Gyergyó székről, ami körülbelül 100-100 kilométer, három irányból lóval jönnek, a tavaly volt az először megszervezve, akkor volt vagy körülbelül 130 lovas, és az idén is ugyanezt folytatjuk. Én a tavaly találkoztam azokkal az arándokokkal, akik érkeztek az utolsó 100 kilométer, tehát legyalogoltak 100 kilométert is, utána találkoztam velük, és hát meglepő módon se nem voltak fáradtak, se rossz kedvűek, tehát hogy 100 kilométer után mondhatni, hogy derűsek, jó kedvűek voltak. Mi ennek a titka? Az az ízelítő, amit kapnak, úgymond, hogy mit jelent a turista és az arándok között különbség. Tehát ez egy fontos dolog, hogy turázunk az erdőben mondjuk, vagyis a természetben, és a zarándoklat egy kicsivel másabb, vagy egy kicsivel több. És ezt az ízt a zarándok vezetők úgymond át tudják adni a résztvevőnek, akkor úgymond nyert ügyünk van, hiszen az a célunk, hogy minél több ember kapjon olyan lelki eszközöket, hogy amikor krízisbe kerül, akkor inkább visszatérjen a természethez, és onnan merítsen erőt, és ne drogba vagy alkoholba keresse a megoldást. Melyik az a korhatár, ahány éves korig ajánlott elindulni zarándokon? Hát ez az erénylőttől függ. Vannak úgymond iskolások is, akik elindulnak. Tehát az iskola másként program keretében vannak iskolákkal együttműködések, ahol egész csoportokat viszünk a Mária úton, és vannak idősebbek is, tehát annak megnézzük, hogy milyen a terep, mekkora a napi szakasz, általában a napi szakaszok azok ilyen 20 kilométer alatt, fölött vannak egészen úgy 30 kilométerig, és az egy olyan szakasz, amit tud teljesíteni egy olyan ember, aki nem annyira sportos is, tehát nem kell akkora nagy erénylét, tehát nem magas egyi turákról van szó, hanem közepes nehézségű terepről. Tehát akkor tanácsolható akár az is, hogy egy kis rákészüléssel bárki elkezdheti, kipróbálhatja, szép lassan hozzá lehet szokni? Igen. Tehát akkor ajánljuk a nézőknek. Igen.
A Mária út Egyesület, az Erdélyi Mária út Egyesület a nyárra mit tervez? Mi az, amire akár meg is hívhatjuk a nézőket? Hát itt, ami most jövő héten van, tehát a pünkösd közeledik. Vannak, akik messziről indulnak, tehát legyen az Brassó, Sepsiszentgyörgy, és 4-5 napba akarnak úgymond gyalog közlekedni, tehát itt most azt mondjuk kedd, szerda, csütörtök, péntek, tehát 4 napról van szó. Ez egy megtehető távolság, tehát ez, amit tudunk most ajánlani, akkor a nyáron van az egyúton, vagy van a szakrális maraton, és vannak tematikus zarándoklatok, amik azt jelenti, hogy egy vezető és egy adott témakörhöz kapcsolódóan hirdetünk meg, és ezeknek a részleteit mindig a mariaut.ro honlapon meg lehet találni, vagy ha ott valami zűr van, már általában a technika világában szokott lenni, akkor ott van a telefonszám vagy az e-mail cím, és akkor lehet írni vagy hívni telefonon. Csak még a néhány témát mondjuk el ezekről a tematikus úton, zarándoklatokról. Hát a tematikus utak és zarándoklatok azok úgy néznének ki, hogy felkérünk például egy orvost vagy egy pszichológust, akkor azt mondjuk, hogy X dátumon zarándoklat, mit tudom, a csíkjavasoknak egy gerincén, és akkor zarándoklat az adott pszichológussal, vagy az adott orvossal, vagy mit tudom, velem, és akkor lesznek ilyen témák, hogy pszichoszomatikus betegségek témakörében, vagy a családi témakör, vagy az elváltaknak. Tehát, hogy bizonyos társadalmi rétegeket, vagy témákat akarunk megszólítani, és az az elképzelés, hogy az emberek mondjuk úgy nehezen nyílnak meg, hogy most azt mondjuk, hogy menjenek el egy pszichológushoz, üljenek le egy székre, és akkor ott beszéljenek, hanem azt mondjuk, hogy tartunk reggel egy bevezetőt, napközben lehet sétálni, úgymond párban átbeszélni a témákat, és este lezárni, tehát egy ilyen tágabb keretben a természet lágyölén inkább úgy gondoljuk, hogy meg lehet nyílni, tehát ezek lennének a fő prioritások 2019-ben. Tehát aki szeretne csatlakozni, az milyen oldalt kövessen? www.mariaut.ro. Mariaut.ro. Igen. Kedves nézők, hogyha szeretnének jönni zarándokolni, akkor mariaut.ro. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.